Azt nyugodtan egy kicsit rugdald meg, mert kis szemtelenke, de tud ő fejfejt menni. Csak úgy szórakozni, játszani akar a másikkal. Gyertek, aki tud fejfejt. Tessék? Lehet belül is. Igen, de már most lassabban menj, anya. Jobbra menj, eleve, jobbra. És várd meg ezt a másikat, hogy fő tudjon zárkózni. Gyere föl hozzá. Úgy, ti is ketten. Kettőke, igen, próbáljatok fejfejt. Várjál, ne induljatok el, míg be nem álltok fejfejt. Mert úgy a legkönnyebb, és extra hosszan megyünk, és erdő körül sétálunk. Várjatok, mindenki beáll, indulunk trappot, ha megvagytok. És kényelmes kentre, extra hosszan erdő körül sétálunk, ott vagyok. Ja, erdő körül körbe megyünk. Utána reggelizhettek. Segítem egymást. Próba. Nézd, az a kis bortuszi, az mindig huncutkodik. Anya szentit. Mindenkinek. Jöhet, próbálnak fejfejt lehet. De hát nem lesz könnyű a bortuszíve. Az anyád úristen, miket csinál. Az kis mocsodék, te. Bazd meg. Hopp. Jó, kicsim, ne menjetek fejfejt avval a kettővel. Az a born, az egy nagyon szemét ládama. Tele a segge. Na, majd hónap megy padikba. Így milyeket kidurantott. Szegény Évikének megérte a bivája. Jó. Jó. Jó van, Évikém, ha tudnék kiabálni, akkor mondanám, hogy nem kell nektek fejfejt. Mert az a bontuszi az csak ott huncutkodik. Na, majd hónap mehet a padikba. Jó, nem adja fel Évike. Szegénykém. Ebbe oda rúg is a másik ló, megijed. Ez csak frissecskedik, nem másikra rúg, de elég az, hogy megijedjen a cilus. Valamit majd kitalálnak. Hát úgy, egyenlőre egybe az egész. Kettő, 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 ügyesek. Ahhoz képest azt majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Lehetnek pindurkát élénkebb a tempó, hogy pindurkát csak. De ha így körbe mennek, az se zavar. Elkésve nem vagyunk, és tanulnak. Úgyhogy, na, van nekik. Ádám barátunk hozott McDonald's-ból cuccokat. Én vettem nekik kenyér, kacsazsír, hagyma. Úgyhogy csönd legyen. Három lovasom még bent vár, a Pali, Petike elmentek zabot szedni, a Gábor, vagyunk mint az oroszok, a Gábor gyönyörre megcsinálta a boxokat, pókhálózott egyebek, a Peti, Pali lemennek, és még három lovas vár az istálóba. Na, így vagyunk. Úgyhogy hála Istennek, mi a körülményekhez képes még. Még kaját is kapnak. Zabának ám, hallod? Nagyon. Ennyi éhes szájat eltartani, fele vicc vele, nem? Tényleg. Nagyon jó étvágyú a brigád. Egyenek csak. A vele vicc, persze örülök, hogy esznek, a másik fele, hogy eltartani, nem könnyű. Hamikáznak ám nagyon. Még jó, hogy nem szoktak rá a piára. Még azt is kéne hozni, elég itt nekem a Pali meg a Peti. Most az Oli nem iszik. Én meg már mióta nem. Na mindegy. Annyit. Már múltkor is a pofámat mutatom, az elferdült a kamera. Innen kívánok kitartás mindenkinek. A felesen vitt ennek az egésznek. Nem tudom, hogy mit tudunk, tehát hogy tudok ehhez hozzásegíteni, hogy ne menjek. Hát a lovakhoz kell jönnöm. Ilyen üzleteket kihagyom, most nem veszek tangabugyit, meg ilyen bőr cuccot, ilyen felszerelést, tudom mire, egy korbács, meg egyebek, maszkok. Azokat most kihagyom egyelőre. Ez vicc volt. Kitartás mindenkinek. Valahogy. Nem tudom. Nem tudom megjósolni se, hogy itt nagyjából készfertőtleint, és kerüljük egymást valamennyire, amennyire lehet. Itt a munkáknak folyni kell tovább, a lovaknak enni kell, a lovak ugye háromszor esznek naponta. Minden nap kint kell, hogy legyenek. Ki kell almozni őket. Ennyi. Nem tudom. Egy vigaszom van, amikor hazamegyek a kertbe, olyan jól el vagyok. És már beindítottam szépen a dolgokat. Úgyhogy már kis szökőkutam is működik. Vettem ma 6 kis virágot. Le volt árazva. Na nem hagyom már ott. Na jó, vége itt a visznek, mert remélem, hogy ezek szépen ide érkeznek. Aztán tűzök át ezerrel a másik oldalra. És erdő körül fogunk ma sétálni. Tehát megyünk meg egy ilyen terepecskést. Jobb helyre akartam.
Nagyon ügyesek vagytok! Ti is itt, nem baj! Nagyon ügyik! Jó, hát ide jöttem ilyen sötét felvételhez, de nem baj. Tényleg nagyon ügyesek. Évike és a Jancsikának inkább le a kalap. Többinek is, de ők ketten voltak a nehezebb helyzetben a bontuszi miatt, meg azért a Vibuska is. Pali már mondja, ó, ott nagyon mi? A Vivaja, Istenem, ne! Ezer éves szakember, Istenem! És azt mondja, hogy nem. És ide jön egy lány, aki az irodába dolgozik. Szomorú, de ez a valóság. És olyan gyönyörűen ellovagolja ezt a Vivát, hogy a könnyem kicsordul. Na ezért nem hallgatok senkire. Nézd meg, ott vannak. Olyan szépen, hogy öröm nézni. Na jó, következő videóban meg a sétát.